Fejtő Ferenc 1909-ben született Nagykanizsán. Szülővárosában érettségizett, majd Budapesten magyart, történelmet és germanisztikát hallgatott. Illegális kommunisták hatására marxista szemináriumokat tartott, József Attilával is a mozgalom hozta össze. 1932-ben majd egy évre börtönbe került, és tanulmányait meg kellett szakítania. Munkatársa volt a Nyugatnak, József Attilával pedig megalapította a Szép Szó című folyóiratot. Osztály elleni izgatás vágyával pert indítottak ellene, a letartóztatás elől Párizsba menekült. Részt vett a francia ellenállásban, miközben Magyarországon csak nem egész családját kiirtották. A világháborút követően Párizsban bölcsészdoktori címet szerzett. 1947-től Károlyi Mihály nagykövet bizalmasaként a párizsi magyar sajtóirodát vezette, majd a Rajkper miatt szakított a magyar kormánnyal. Fejtő Ferenc birtokosa a francia becsületrendnek, a Pulitzer-díjnak, az Európa-díjnak, a Magyar Köztársaság babérkoszorúval ékesített zászlórendjének, valamint a Széchenyi-díjnak. 2005. decemberében egykori lapjának, a Népszavának örökös főszerkesztőjévé választották. A most következő beszélgetés 2005 karácsony előtt néhány nappal készült. A nyájas néző bizonyára megbocsátja nékem, hogy a sok éves barátság okán tegeződöm Fejtő Ferenccel. Nyilvánvalólag az elmúlt évtizedekben változtak a definíciók. Konzervatívnak lenni 1920-ban mást jelentett, mint most. Sem esetre sem egyezik azzal, amit ma a bizonyos elemek azt mondják magukról, hogy ők konzervatívok, mert sem megtagadják a hagyománynak a legfontosabb értékeit, a szabad elvű hagyományt, a francia forradalom, a tűzvilágosodás korának a hagyományait megtagadják. Igazi konzervatív az ugyanakkor liberális és ugyanakkor szociális. A Szép Szóban együtt voltunk nagyon hagyománytisztelők, mint a 60-i Bertalan, aki ugyanakkor rendkívül módon érdeklődött a taoizmus és a buddhizmus iránt, és a József Attila meg én, akik szociáldemokratáknak vallottuk magunkat, és a Ignotus Pál és mások, akik liberálisok voltak. Hajlamosak vagyunk, fiatalabbak egybemosni a 20-as, 30-as éveket, a Nyugatnak a nagy éveit. Tényleg egységben volt az akkori magyar, úgynevezett nyugatos írótársadalom, leszámítva a kisebb torzsalkodásokat, mint mondjuk Kosztolányi és Babits között volt, vagy ez gyakorlatilag millió pici kis bástya volt, akiknek nem nagyon volt összejárásuk? A Nyugat példaszerű volt abban, hogy a kezdettől kezdve olyan különböző egyéniségek voltak benne, mint a 60-i Lajos, meg az öreg Ignótusz, meg Hadi Endre, meg Móri Zsigmond, nagyon sokfélék voltak is, a Füst Mirán és Karinthy Frigyes. Rendkívül plurális, de mélységesen egyek voltak a szabad és a független gondolkodás szellemében. És ugyanakkor egyet voltak ebben a fajta konzervativizmusban, amiről én beszélek. Szóval egyszerre voltak nemzetiek és magyarok és konzervatívak ez a szó erkölcsi értelmében, és liberálisok valamennyien. Amit mondtam, az se a Babits, sem a Móri Zsigmond nem cáfolta volna meg. Hogyha akár Móric, akár Babits, akár Kosztolányi nem hal meg a rendszerváltozás előtt, akkor vajon mivé alakult volna a pályájuk? Te ismerted őket. Mit gondolsz, kinek mi lett volna a sorsa? Soknak nem az lett volna a sorsa, ami az enyém, vagy a Márai-é. Egy bizonyos idő után nem bírták volna ki az életet, és őket nem bírta volna ki se a nyilasok, se pedig a kommunista Magyarországon nem tudtak volna élni. És akkor
akkor vagy elhallgattak volna, és elzárkóztak volna a társadalomtól és a politikától, vagy pedig kivándoroltak volna, hogy a Bartók ugyanakkor, ugyanabban a hónapban hagyta el Magyarországot, amikor én 38-ban, és hát őt is számíthatnám azok között, akik dolgoztak is, írtak a Szép Szóba, és velünk voltak együtt együtt mind a nyugatosságunkban. Ugye nyugatosak voltak, európaiak voltak, mint ahogy arról tanúskodott a József Attila, a Thomas Mann üdvözlő versében, aki akkor lett száműzött, amikor Magyarországra jött, néhány évvel előtte lett belőle disszidens és száműzött. Ha jól tudom, te is találkoztál Thomas Mannnal. Életem egyik legszebb élménye volt, amikor Thomas Mannnal együtt vacsoráztunk, ott volt József Attila, a Karinti, a Kosszolányi, mások is. A Thomas Mann azt mondta, hogy szeretne találkozni a Bartók Bélával, és megkérdezni tőle, hogy úgy tudja, hogy a Bartók Béla nagyon nagy mesternek találja a Liszt Ferencet, ő pedig eddig mint egy kitűnő virtuóz ismerte meg a zongorának igen nagy mesterét, de nem lát benne egy igazi nagy muzsikus, aki mérhető a Beethovenhez, vagy a Haydnhez, vagy a Handelhez, vagy ezeket. Ez a 60-nál is azt mondtam, meg akarja ismerni, hát nem lakik ő messze, felhívom telefonon, ha itt van Budapesten, akkor meghívom, hogy jöjjön ide vacsora után. És 10 perc múlva a Bartók Béla már közöttünk volt, és akkor feltette neki a Thomas Mann ezt a kérdést, és erre bementünk a szalomba, ahol a zongora volt, és a Bartók odaült a zongorához, és több mint 3 óra hosszat magyarázta neki, de bemutatva a darabokat, ami miatt ő Liszt Ferencet igen nagy mesterének tartja, és mesterének, és meggyőzte a Thomas Mann-t erről. Számomra az következik ebből, hogy akkor volt egyfajta átjárhatóság a művészeti ágak között. Manapság, különösen itt Magyarországon valahogy azt tapasztalom, hogy el vannak egymástól szeparálva. Muzsikusok ritkán ismerik igazán a képzőművészeket, ritkán ismerik igazán az irodalmat. A 30-as években volt egyfajta ilyen összeurópai művészeti paletta, ahol tényleg volt átjárhatóság, vagy klikkek voltak kávéházanként? Nem, hát például a Thomas Mann ugyanakkor, amikor a Csapek Csehországból és mások, szóval mind tagjai voltak az európai együttműködés komitjának, amelyik egyik nagy ülését éppen Budapesten tartotta. Elég csodálatos dolog volt, hogy 1935-ben és 37-ben Budapesten ült össze ez a tanács, ahol összejöttünk egész Európából emberek, akik európainak vallották magukat. Akkoriban szinte baloldaliságnak számított. Igen. És ezt Hortyék tehetetlenséggel, vagy egyszerűen érdektelenséggel nézték? Nem, ezt dühösen megtűrték.